Természetes az, hogy az emberek többsége soha nem fogja megérteni az igazságot és a valóságot, hiszen nem is tudja megérteni, de nem is érdekli. Az érdekes az ebben az egész kutatásban, hogy igazán az embernek nem is kell megerőltetnie magát, hiszen mindent, amire csak szüksége van, az álomvilág lerombolásához megtalál közvetlenül a felszín alatt. Akik uralják és irányítják ezt a világot, így akarták. Az ellenség így akarja ezt. De legfőbbképp a teremtő így akarja ezt. Ahhoz, hogy valaki elinduljon ezen az úton, csak egy minimális vágyra van szükség. Arra a vágyra, hogy az ember meg akarja ismerni az igazságot. Ezért található közvetlenül a felszín alatt minden, ami elindít minket ezen az úton. Természetes az, hogy sokkal többen indulnak el ezen az úton, mint ahányan megérkeznek majd a végén. A megdöbbentő mégsem ez, hanem az, hogy a legtöbben el sem akarnak indulni. Mert ők a tudatlanságot választják és a kényelmet, az igazság helyett. Ebben a videóban egy amerikai kongresszusi képviselő nő interjúját fogjuk megvizsgálni, Tulsi Gabbard, aki Hawaii második kerületét reprezentálja. Röviden, akit érdekel ez, Tulsi Gabbard bejegyzése a Wikipédián, megtudhatjuk, hogy a képviselőnő 81-ben született, és 2013 óta kongresszusi képviselő. A Demokrata Nemzeti Tanácsnak volt az alelnöke, az első szamoai amerikai, illetve az első hindu tagja az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának, és mindössze 32 éves volt, mikor bejutott. A Hawaii Nemzeti Gárdában és ennek keretein belül szolgált Irakban 2004-től 2005-ig, illetve Kuwaitban 2008-tól 2009-ig. 2002-től 2004-ig a Hawaii képviselőházban szolgált, mint a legfiatalabb amerikai nő a törvényhozásban, 21 éves volt mindössze. Én nem gondolom, hogy ő a jó oldalon áll idézőjelben, hiszen nem jutott volna el erre a szintre, ha így lenne. Ez bizonyítja egyébként a főbb politikai kérdésekről alkotott véleménye is. Bár ellenzi a TPP-t, de ugyanakkor támogatja az abortuszt és az azonos neműek közötti házasságot. Akit érdekel, nyugodtan tovább olvashatja, ez egy viszonylag hosszú bejegyzés, de nem fogunk vele foglalkozni tovább. Amivel viszont foglalkozni fogunk, az a CNN-nek adott interjúja, melyben egyértelművé teszi azt, amiről most már mondhatjuk, hogy évek óta beszélek, az pedig az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, illetve a nyugati hatalmak az összes többi országgal karöltve együttesen irányítják azt a sakkjátszmát, amit nemzetközi diplomáciának hívunk. Az országok együtt dolgoznak annak érdekében, hogy megtévesszék a világot. A cél a káosz megteremtése, melyből majd megszületik a rend. Ezért mondom azt, hogy az igazságot csak az nem tudja kideríteni, aki nem akarja, vagy akit nem érdekel. Hiszen elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. És azok a karakterek, mint például Tulsi Gabbard, akik eljátszák a szerepüket, hozzájárulnak a megtévesztéshez, és nem is biztos, hogy, sőt valószínűleg nincsenek tisztában a teljes igazsággal és azzal, hogy mi is az, amiben részt vesznek. Mindenkinek megvan a saját haszna ebből, ezért eljátsza a szerepét. Mi csak néhány részletet fogunk ebből meghallgatni, de akit érdekel, a leírás részben meg fogja találni a linkjét ennek az interjúnak. De nézzük, hogy mi is az, amiről beszél.
I'm glad to hear him talking about ending our country's interventionist regime change war policies. As you know, this is something that I've been talking about for years, that we need to stop the destruction that's been caused by our country continuously getting involved in these counterproductive regime change wars that not only end up strengthening our enemy in groups like ISIS and Al-Qaeda, but they actually end up causing more suffering for the people in these countries where we are intervening, as in Syria now. Amit mond, az az, hogy örömmel vette azt, amikor Donald Trump bejelentette, hogy szeretne Amerikára fókuszálni, és nem annyira Amerika folyamatos háborúira a Közel-Keleten. A képviselőnő egyetért abban, illetve hangsúlyozta, hogy ezek a háborús tevékenységek, különösen Szíria, Irak, Afganisztán, több kárt okoznak, mint hasznot, és rengeteg szenvedést azoknak, akik ezeken a területeken élnek. Illetve hozzátette, hogy ő mindig is ezen műveletek ellen volt. Amit meg akartam mutatni, az azonban 2 perc, 7 másodpercnél kezdődik, amikor is megerősíti azt, amit már elmondtam több alkalommal, hogy az Amerikai Egyesült Államok közvetve és közvetlenül is támogatja az úgynevezett ISIS-t, iszlám államot, a muszlim testvériséget, és az úgy általánosságában véve a nemzetközi terrorizmus. Ezek nem az én szavaim, ez nem egy összeesküvés elmélet, hanem mindenki hallhatja most egy kongresszusi képviselőnek a szájából. And urging him to end our regime change war there, to stop funding both directly and indirectly groups that are working with Al-Qaeda and ISIS, to stop funding both directly and indirectly groups that are working with Al-Qaeda and ISIS, to stop funding both directly and indirectly groups that are working with Al-Qaeda and ISIS, and to stop funneling those dollars and weapons and other assistance through these other countries like Saudi Arabia, who are directly supporting these terrorist groups. Most mindenki hallhatta ismét, hogy az Amerikai Egyesült Államok közvetlenül támogatja az ISIS-t, az iszlám államot, a muszlim testvériséget és egyéb terrorista csoportokat, illetve közvetve is támogatja, hiszen Szaúd-Arábia és Katar közreműködésével szintén erősíti ezeket a csoportokat. De a lassabb a kedvéért meg fogom mutatni még egyszer. Stop funding both directly and indirectly groups that are working with Al-Qaeda and ISIS, and to stop funneling those dollars and weapons and other assistance through these other countries like Saudi Arabia, who are directly supporting these terrorist groups, who are supposed to be our enemy, who we're supposed to be fighting to defeat. Természetesen én tisztában vagyok azzal, hogy CNN és az egész hír média része a színháznak és a megtévesztésnek. Ettől függetlenül még ezek a dolgok, amit most hallunk, elhangzottak valami okkal. A tényt nem lehet megkerülni, amit ez a nő állít. Ez csak megerősíti azt, amit mondtam már oly sokszor, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Tudják, hogy az emberek nem csak hogy nem képesek megérteni, legalábbis a többség, hanem nem is érdekli őket. Viszont összességében hozzájárul a káoszhoz, hiszen megzavarja az emberek gondolkodását. Azzal, hogy mindenféle információ bejut az emberek tudatába. Az ember nem képes rendszerezni azt. Olyan gyorsan haladnak az események, hogy egy átlagember nem érti a világot. Ezért vagy passzívvá válik, vagy pedig érdektelenné, elfordul az egésztől, és azt mondja, hogy nem is érdekli, hiszen úgy sem tud mit csinálni, de igazából a probléma az, hogy nem érti. Ezen a ponton a műsorvezető újra megkérdezi, illetve rákérdez arra, hogy azt feltételezi-e a képviselőnő, hogy az Amerikai Egyesült Államok támogatja ezeket a terrorszervezeteket. Mire Tulsi Gabbard elmondja, hogy ő nem feltételezi ezt, hanem ezek tények, amiről ő beszél. Ezek más média forrásokban megjelentek, amiket ő állít, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati országok közvetlenül és közvetve támogatják az iszlám terrorcsoportokat, ez egy tény. De a helyzet ugyanaz velük, mint azzal, amit én csinálok. Teljesen mindegy, hogy mennyire világosan, lassan, egyértelműen mondja el az ember. A legtöbb ember nem érti meg, és nem is érdekli. De nézzük.
Are you really suggesting that the U.S. government is funding these terrorist groups? I'm not only suggesting it. This is the reality that we're living in. I'm not only suggesting it. This is the reality that we're living in. I'm not only suggesting it. This is the reality that we're living in. Not directly, most though. Americans, you know, if you or I were to go and provide money, weapons or support or whatever to a group like Al Qaeda or ISIS, we would immediately be thrown in jail. Amit mond az az, hogy ez a realitás, ez a valóság. Amennyiben mi egy átlagos állampolgár támogatná ezeket a csoportokat, azonnal börtönbe kerülnék. Ugyanez a helyzet a kábítószerekkel, amit szintén a kormányok tartanak ellenőrzés alatt, ők állítanak elő, ők terjesztik, és a hasznot is ők azok, akik ebből learatják. Az úgynevezett egészségügyi rendszerrel szintén, ami nem más, mint egy üzlet. Egy üzletnek pedig állandóan ügyfelekre van szükség. Aki meggyógyult, az nem ügyfél. Az egészségügyi ellátás lényege az, hogy az embereket a rendszerben tartsa, hiszen ekkor lehet profitot termelni azoknak a cégeknek, akik előállítják az eszközöket és a gyógyászati készítményeket. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Persze tudom, hogy a legtöbben így se úgyse fogják megérteni. Az oktatás ugyanilyen elven működik, mint az egészségügy, mint a kábítószer. Hazugságokkal keresletet generálnak, kihasználják az emberek tudatlanságát és tájékozottságát, és minden oldalán az egyenletnek hasznot húznak belőle. Nem lenne kötelező, hogyha nekünk ez jó lenne. Mindez természetesen a tudomány, az legalábbis az úgynevezett tudomány, ami összetartja. Aki nem ért egyet a tudománnyal, az tudatlan, az tájékozatlan, az összeesküvés elméletekben hisz. Közeledik az a nap, amikor nem lesznek vélemények, csak egy álláspont lesz, és mindenkinek ezt el kell fogadnia majd. Ez pedig nem lesz más, mint a tudományos magyarázat. De nézzük, hogy hogyan folytatja és mi az, amit mond ezek után. However, the US government has been providing money, weapons, intel assistance and other types of support through the CIA directly to these groups that are working with and are affiliated with Al Qaeda and ISIS. A CIA-n keresztül az Amerikai Egyesült Államok pénzzel, felszerelésekkel, fegyverekkel támogatja ezeket a csoportokat. Azoknak a csoportoknak, amelyek együtt dolgoznak ISIS-szel. The CIA is giving money to groups in Syria, and those groups are working with al-Nusra and ISIS. A műsorvezető pedig megerősíti azt, amit elmondott a képviselőnő. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy egy átlag ember nem fogja fel a dolgokat elsőre. De nem hogy elsőre, hanem másodjára, harmadjára, negyedjére sem. Ezért újra és újra elismételik a propaganda üzenetet különböző formákban, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb emberben kiváltsák azt a hatást, amit szeretnének. Ezért mondom, hogy elmondják az igazságot, el kell mondaniuk, különben nem tudnák eljuttatni a világot oda, ahova szeretné. Arra a pontra, amikor a káoszból rendet fognak tudni teremteni. Elismétli az üzenetet, majd ismét visszapasszolja a labdát a vendégnek, hogy az szintén elismételje az üzenetet. There have been numerous reports from the New York Times to the Wall Street Journal and other news outlets. Ez pedig már a The Guardian 2015-ből, és megtudhatjuk, amikor az igazság ugye felszínre kerül, hogyan támogatta az Amerikai Egyesült Államok az ISIS felemelkedését Szíriában és Irakban. Az írás alcíme pedig az, hogy azon nyugati államok, melyek létrehozták ezt a terrorcsoportot, nem fogják tudni legyőzni azt. Ezek szerint a The Guardian szintén összeesküvés elméleteket terjeszt. Ezt egyébként az iráni Ayatollah is elmondja a világnak, ez a The Independent cikke 2017. június 13-án az Amerikai Egyesült Államok hozta létre az ISIS terrorista csoportot, és a terroristák elleni háború egy hazugság, ezt mondja Irán vezetője. Az iráni vezető ugyanazt mondja, amit a kongresszusi képviselőnő, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen támogatja a szunni katonai szervezeteket és az ISIS-t. Ez medium.com 2017. novemberében arról írnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az ő szövetségesei támogatják ISIS-t. Ez pedig egy volt állami hírszerzési elemző állítása.
Ez az elemző azt állítja, hogy az iszlám állam vagy ISIS 2016-ig jelentős állami támogatást kapott az USA-tól. Professor Daniel Byman, aki megjegyzem szintén csak a szerepét játssza ebben az egész színjátékban, ettől függetlenül az információ még ott van. Azt állítja ebben a tanulmányban, mely a szeptember 11-i merényletről készült, hogy azon külföldi haderők, melyek jelenleg a világban vannak, úgy mint ezek a terrorszervezetek például, hatalmas állami támogatásokat kapnak, míg másokat csak egyszerűen elviselnek az országok, és lehetővé teszik számukra azt, hogy támogatást találjanak, áthaladjanak ezeken az országokon, illetve harcosokat toborozzanak maguknak. Később Alistair Crooktól megtudhatjuk azt, aki az MI6-nek dolgozott 30 évig, ami a brit titkosszolgálat, hogy különböző iszlám csoportok a muszlim világban az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia aktív részvételével működnek többek között Szíriában. Törökország, Pakisztán és Szaúd-Arábia szintén részt vesz ebben. De nézzük, hogyan folytatja Tulsi Gabbard. Essentially, these al-Qaeda groups are in charge of every single rebel group on the ground fighting in Syria to overthrow the Syrian government. Az ISIS csoportok és a különböző kisebb haderők együttesen harcolnak, ez alkalommal ugye Szíriáról beszél, Assad kormánya ellen. Hallgassuk tovább. I beg to differ. Evidence has shown time and time again that is not the case, that we are both directly and indirectly supporting these groups who are allied with, are partnered with al-Qaeda and ISIS. Elmagyarázom még egyszer, hogy az elemzés egyértelmű, az pedig az, hogy az Amerikai Egyesült Államok közvetlenül és közvetve támogatja azokat a csoportokat, melyek mind az Al-Qaidával, mind az ISIS-szel kapcsolatban állnak. De ezt meg fogom mutatni még egyszer. I beg to differ. Evidence has shown time and time again that is not the case, that we are both directly and indirectly supporting these groups who are allied with, are partnered with Al-Qaeda and ISIS. Tessék, mindenki számára hallható egyértelműen, hogy mi a valóság. A közvetlen támogatás mellett egyébként az Amerikai Egyesült Államok közvetve is támogatja különböző országokon keresztül Al-Qaidát, ISIS-t és az egyéb iszlám terror szervezeteket. And we've also been providing that support through countries like Saudi Arabia, Turkey and Qatar to do that. And we've also been providing that support through countries like Saudi Arabia, Turkey and Qatar to do that. Ez a 2017. december 12-i cikk pedig már wired.com weboldalról tájékoztat minket arról, hogy az ISIS fegyver utánpótlását vissza lehet vezetni egészen az Amerikai Egyesült Államokig. De bizonyítván, hogy az emberek mennyire nem tudnak kettőt meg kettőt összeadni, 2017. június 14-én cbsnews.com ezt írja, Trump 12 milliárd dollár értékű amerikai fegyvert ad el Katarnak, csak néhány nappal azután, hogy megvádolta őket azzal, hogy a terrorizmust támogatják. Ha visszaemlékszünk arra, amit az iráni ajatollah mondott, akkor az pontosan ez volt. Erről ír egyébként Newsweek szintén 2017. december 6-án, miszerint Irán nem csak hogy azt állítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok támogatja ISIS-t, de bizonyítéka is van ennek alátámasztására. New York Times 2017. június 19, a cikk címe pedig ez, harcolni a szélsőségesek ellen, míg egyben támogatni is őket. Pontosan az, amit az Amerikai Egyesült Államok és a fejlett, úgymond fejlett nyugati országok csinálnak. Megjegyezvén azt, amit olvashattunk korábban, hogy az USA 12 milliárd dollár értékben F-15-ös vadászgépeket, illetve két hadihajót adott el Katarnak, melyek meg is érkeztek már az országba. Katar egyébként mindvégig támogatja a muszlim testvériséget, ugyanúgy, ahogy Szaúd-Arábia. Míg az ország, úgy mint Szaúd-Arábia, a rendelkezéseivel elítéli ISIS-t és a hasonló csoportokat, addig több milliárd dollárral támogatja a különböző ultrakonzervatív iszlám csoportokat, melyek világszerte működnek például Koszovóban, Indonéziában vagy Pakisztánban. Ellentétben ezzel Irán, ami egy alapvetően síta nemzet, gyakorlatilag egy természetes ellensége a szunni terrorista csoportoknak, mint ISIS,
melyik Irakban harcol. Félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy Irán jó és az Amerikai Egyesült Államok rossz. Én azt mondom, amit mindig is mondtam. Az összes ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy megtévesszék az emberiséget, és létrehozzák, sikerre juttassák azt a tervet, melyet évezredek óta az ellenség sző. Ez pedig nem más, mint egy egységes, új világrend. Befejezésül ez globalresearch.ca 2017. november 8-ai, illetve szeptember 19-ei cikke. Amerika hozta létre az Al-Qaidát és az ISIS terrorszervezetet. Ebből megtudhatjuk, hogy hogyan manipulálta az Egyesült Államok, illetve a nyugati országok a CIA-n és különböző úgynevezett titkosszolgálatokon keresztül, mint az Al-Qaidát, az Iszlám Államot, az ISIS-t, a muszlim testvériséget, hogyan biztosított számukra információt, eszközöket, kiképzést olyan országokban, mint Pakisztán, Afganisztán, Szaúd-Arábia, de gyakorlatilag világszerte. Egyébként ez Robin Cook, brit külügyi államtitkár, a parlamentben el is mondta, hogy Al-Qaida nem más, mint egy rövidítése az arab kifejezésnek, mely annyit tesz az adott bázis, és azokat az iszlám szélsőségeseket tartalmazta az ő neveik listáját, több ezer nevet, akiket a CIA, illetve a szaudi állam támogatásával képeztek ki annak érdekében, hogy az oroszokat legyőzzék Afganisztánban. Remélem, hogy van azért néhány ember, akinek eljut a tudatáig az, amit mondani szeretnék. Én egyáltalán nem ellenállásra bíztatom az embereket, sőt, szeretném, ha mindenki megértené, hogy ezt a rendszert nem lehet megállítani, megakadályozni, vagy lerombolni. Soha nem is lehetett, és abban a rövid időben, ami még hátra van, ez nem is lehetséges már. Amit mindenki tud tenni, az az, hogy alázattal és engedelmesen keresi az igazságot, engedelmeskedik a Teremtő utasításainak, melyeket az írásokban, vagy az úgynevezett Bibliában megtalál, és reméli, hogy a hitét a megváltó áldozatában el tudja fejleszteni arra a szintre, ami elégséges lesz majd. Minden más csak a káoszt fogja segíteni, melyből aztán a rendet az ellenség előteremti egy rövid időre. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!